Legelő híján Ulban tartja juhait a Magyar Italbéji Dénes István. Mint mondja, a megnövekedett állami támogatás új lehetőségeket nyit a juhtartás terén. Tehát ketten vagyunk, ilyen nagyobbak, ez a 100 darabbal, a többi az az 50 darab. A disznótenyészt is, az is nagyon kevés, nagyon leesett, azt arról nem tudok értelem most mit mondani. Tehén tenyészt is, az egy 3-4 ház, ha van a faluba. Vállalatának, a Magyar Itabéi Malomnak a csődbe jutása után döntötte el, hogy juhokat vásárol. A családi ház kertjében tartja anyáját. Tettem fejrosz, mindig vettem 2-3 bárant, 2-3. Mikor elírtam azt a 20 darabot, aztán már ők megindultak maguktól. Akkor a kossokat elcseréltem, ne üstén. Na most így lassan-lassan, akkor eljutottam neki a 100 anyajószág most megvan. Meg hát van itt most már 50-60 kicsi is. Legkevesebb 30 tenyészállat után igényelhető támogatás a minisztériumtól. A bejegyzett és törzskönyvezett birkák után egyedenként 7000 dinárt fizet az állam. Ez sokat jelent a tenyésztőknek. Hát őszintén megmondom, van benne haszon, mert ha nem volna haszon, nem is tartanám. Ez is úgy járna, mint az a disznótartás. De így van haszon, míg az igazság az, hogy az állam adja azt a 7000 dinárt. Egy birkától, meg a vágóhídat 2000 dinárt egy báránytól, plusz az ára. Így megéri. A gyapjú egykor szintén sok hasznot hozott, ma pedig már csak arra elég, hogy fedezze a birkanyírás költségét. Bánátban a napokban a Csabai Zsolt vezette, keviből érkezett csapat végzi a nyírást. Ügyesség, gyakorlat és gyorsaság szükséges ehhez a munkához. 1 perc 4 másodperc volt a versenyünk. Azt tudom, de mi nem tudtuk méregetni. Az birkát is függő, meg az embernek milyen a kedve, több mindent is függ. A juhtenyésztésből megvalósított jövedelemmel elégedett Dénes István. Szeretné megőrizni az állományt, bővítést viszont nem tervez. Az állami támogatásokat eddig ugyanis, mint mondja, nem mindig a folyamatosság jellemezte.